16 éven aluliak számára nem ajánlott. Tompítsd le, kérlek! Nem van tompítva, hadd játsszam már végig. Ez ment óráról órára mindig. Hiszem el, hogy nem lehet 2 percre itt hagyni veled azt a gyereket. Itt lehet hagyni, hogyha normális. De hogyha az az első mozdulat, hogy üdvözlésképpen fejbe bassza a másikat a széklábbal. Nehogy már ezt is toleráljuk. És akkor meg kell nyomorítani? Összekedjetek, mindenkinek igaza van. Minek vagyunk mi még együtt? Nem tudom. Kimész? Én nem azt mondtam, hogy 10 évig nem teszem be ebbe az országba a lábam, hanem pont azt mondtam, hogy 1 év múlva visszajövünk. Nem ezt mondtad, azt mondtad, hogy 10 évig nem teszed be az országba a lábadat. 100% tisztán emlékszem. Laura, van itt egy zongora, nem próbálod ki? Már láttam, nagyon szar. Azért nem semmi lehet egy ekkora lakást kifűteni. Hú, bazd meg, mennyi bőr. Azt is édesapától kapták. Szanaszét kirándulgatják magukat. Azért ez luxus. Meddig fogunk itt maradni? Nem nagyon vannak barátaim. Nekünk ti vagytok a példa. Meddig akarlak maradni? Nem tudják. Én tudom, hogy mi a ti szemetekben csak ilyen kis senkik vagyunk, és lenéztek bennünket, mert mi nem vagyunk, amit tudom én milyen nagy emberek, mint ti. Hozzá már apádnak egy sört, légy szíves. Miért mosolyogsz? Figyelj csak, nem látod azt a borítékot? Ilyen nincs meg. Nincs. Kedves királyok és királynők, az előadás rövidesen elkezdődik. Jön egy ilyen kis 20 éves apakomplexusos kis virgács, és kész. Na, ugye, hogy megnőtt Laura. Farkasnak most csak ennyi kell. Nem azért mondom tényleg, mert mi szívesen látunk. Miért nem mondtátok, hogy a terhetekre vagyunk? Mondom, hogy nem azért mondtam, csak kell nekünk ilyen színvonalatlan helyzetekben részt venni. Mert a nővérem. Bruno, mit csináltál? Képmutató kis sümmigeci. Te hülye vagy? Nagyon megszidott édesapa. Bruno! Nagyon rossz érzésem van. Az előadás címe... Meddig fognak ezek itt maradni?